Második fejezet MR, Vittington ajánlata. Upanz gyorsan hátrafordult, de nem mondta ki, ami a nyelve hegyén volt, mert amikor ránézett a férfira, látta, hogy első, bár nagyon is valószínű feltevése téves volt. A férfi modora késztette habozásra, és az, mint aki találná a lány gondolatait, gyorsan hozzátette: Kérem, ne gondoljon rosszat rólam! Upanz elhitte neki. Bár ösztönösen bizalmatlanságot érzett a férfi iránt, aki sehogy se tetszett neki, mégis hajlandó volt elhinni, hogy nem az a szándék vezette, amelyet az első pillanatban neki tulajdonított. Magas, botorot vált képű Gentleman volt, széles, akaratos állal. Apró, ravasz szemei nem bírták nyugodtan a lány egyenes tekintetét. No, mi az? kérdezte. A férfi elmosolyodott véletlenül hallottam, hogy mit beszélgetett a Lyonsban azzal a fiatalemberrel. Na és aztán. Semmi, csak hogy azt hiszem, hogy segítségükre lehetek. Pansznek még valami az eszébe jutóit. Idáig kísért engem, kérdezte szigorúan. Voltam olyan bátor. És miben gondolja, hogy a segítségemre lehet? A férfi névjegyet vett elő és meghajtva magát, átnyújtotta a lánynak. Mupaz gondosan megnézte. Mr. Edward Whittington és a név alatt Esthonia Üveghuta Társaság a belvárosi iroda címével. Mr. Whittington ismét megszólalt. Ha holnap délelőtt 11 órakor még látogatna, részletesen kifejteném ajánlatomat. 11 órakor, ismételte tupansz kételkedve. 11 órakor, Upansz gyorsan határozott. Rendben van, ott leszek. Köszönöm. Jó estét. Széles mozdulattal vette le a kalapját és elsétált. Pansz pár pillanatig még ott maradt, és utána bámult. Aztán megrázta a vállát, ahogy a foxi kutyák szokták megrázni magukat. Megkezdődtek a kalandok dörmögte a fogai között. Vajon mit akarhat, hogy mit csináljak? Van magában valami, Mr. Vittington, ami egyáltalán nem tetszik nekem. De másrészt nem félek magától még egy kicsit sem. Amint már mondtam, és amint még bizonyosan sokszor fogom mondani, a kicsit upanst tud vigyázni magára, köszönöm. Hirtelen bólintva, sebesen tovább ment. Töprengéseinek eredményeképpen azonban eltért az egyenes útirányból, és bement az egyik postahivatalba. Ott pár pillanatig gondolkodott, sürgöny blanketta. Tartva a kezében. Az előbbi öt siling talán felesleges kiadása arra indította, hogy gyorsan cselekedjék, és elhatározta, hogy inkább kilenc pennit dob ki hiába. Ahelyett, hogy a rossz tollat és azt a sűrű fekete folyadékot használja, melyet a postahivatalban tintának neveznek, elővette Tomi Ceruzáját, melyet bölcsem megtartott volt és gyorsan írni kezdett, hirdetés felesleges. Holnap megmagyarázom. Megcímezte Tominak a klubba bizonva abból a klubból rövidesen ki fog kelleni lépnie Tominak, ha csak a jó szerencse nem segít rajta, hogy megbírja fizetni az esedékes tagsági díjat. Hát ha megkapja, vélte a lány, minden esetre érdemes megpróbálni. Beadta a sürgönyt az ablakon és sebes léptekkel indult hazafelé. Közben megállt az egyik péknél és három pennyért friss zsemlét vásárolt. Picin szobájában, fönt a legfelső emeleten, megette a zsemléket és a jövőre gondolt. Mi lehet ez az esthonia üveghuta társaság? És ugyan miben lehetne nekik szolgálatukra? Kellemes izgalmat érzett Tupansz erre B gondolatra. Akármi lesz is, a vidéki paplak gondolata egyelőre megint a háttérbe került. A holnapi napnak vannak lehetőségei. Soká tartott, míg Tupansz aznap este elaludt, amikor végre mégis elnyomta az álom, azt álmodta, hogy Mr. Pittington rengeteg esthoniai üvegneműt mosatott el vele, és ez az üvegnemű megmagyarázhatatlan módon hasonlított a kórházi tányérokhoz. 5 perccel 11 előtt Tupansz megérkezett abba az utcába, amelyben az esthonia üveghuta társaság irodái voltak a idő előtt érkezik, az nem lesz jó, Tupansz tehát elhatározta, hogy előbb végig sétál az utcán és csak aztán megy föl. Így is történt. 11et ütött az óra. Amikor belépett az épületbe, az Esthoni Nüveghuta Társaság irodái a legfelső emeleten voltak. Volt ugyan lift, de Tupansz inkább gyalog ment kicsit kifulladva érkezett föl. Megállott az üvegajtó előtt, amelyre nagy betűkkel volt ráfestve az Esthonia Üveghuta Társaság neve. Upanz kopogtatott, amikor belülről felhangzotta, szabad, lenyomta a kilincset és belépett a kicsi és meglehetősen piszkos külső irodába. Az ablak mellől, az íróasztal előtt álló székről középkorú úr kelt föl és kérdőleg jött három lány felé. Mister, Vittington vár engem, szólt Tupanc. Erre tessék, kérem felelte a hivatalnok. Átment a szobán, kopogtatott az egyik kis ajtón, aztán félreállt, hogy beengedje a lányt. Mister, Whittington hatalmas, iratokkal borított asztal mellett ült. Tupanc úgy érezte, hogy nagyon helyes volt az a vélemény, melyet tegnap alkotott Mister. Whittingtonról. Itt valami hiba volt a kréta körül látszott rajta a jólét, és mégis oly nyughatatlan volt a tekintete ez a kél dolog sehogy se fért össze, és kellemetlenül hatott. Mr. Whittington fölnézett és bólintott. Így hát eljött. Örvendek. Jöjjön le, kérem. Upanc leült vele szemben az egyik székre. Ma reggel a szokottnál is kisebbnek és komolyabbnak látszott. Szeliden ült ott, lesütött szemekkel, míg Mr. Whittington az iratai közt keresgélt. Végül félretolta az írásokat és áthajolt az asztalon. Nos, kedves kisasszony, térjünk a tárgyra. Mikor mosolygott, még szélesebb volt az arca. Magának munka kellene. Hát én adhatok munkát. Mit szólna hozzá, ha száz font lenne a fizetése, és ráadásul megtéríteném minden kiadását? Mr. Winton hátradőlt székében és két hüvelykújját a mellényébe akasztotta. Kupansz óvatosan szemügyre vette a férfit. És miféle munka lenne az? Kérdezte. Névleges, tisztára névleges. Kellemes kis utazás, ennyi az egész. Utazás. Ková. Mister. Wittington ismét elmosolyodott. Párizsba. Ó, oh. szólt Tupansz elgondolkozva, magában pedig ezt gondolta, persze, ha ezt apa most hallaná, menten elájulna. De valahogy nem látom, Mister wittington a Lia csábító szerepében. Igen, folytatta Wittington. Mi is lehetne ennél gyönyörűbb? Az órát néhány, ó, nagyon kevés évvel hátrátolni és elmenni valamelyik lánynevelő intézetbe Párizs környékén, ott oly sok van. Pansz a szavába vágott. Penzsönnat. Igen, a Madin Kolombi intézetéről lenne szó az Evnyudenailén. Upansz jól ismerte ezt a nevet. Ennél előkelőbb hely aztán már nem igen volt. Volt pár amerikai ismerőse, aki oda járt volt annak idején. Most már aztán sehogy se értette a dolgot. Azt akarja, hogy Madim Kolombié leánynevelő intézetébe menjek. És mennyi időre? Hát az még attól függ. Talán három hónapra. Ennyi az egész. Más kikötései nincsenek. Semmi más nem kívánok természetesen úgy menne, mint az én gyámleányom, és nem érintkeznék az ismerőseivel. Amíg ott lenne, a legteljesebb titoktartást kérném. Igaz is, ön ugye, angol? Igen. És mégis, mintha kisi amerikai kiejtéssel beszélne. A kórházban a legjobb barátnőm egy amerikai lány volt, lehet, hogy eltanultam tőle. De erről hamar leszokhatok ellenkezőleg talán még jobb is lesz, ha azt hiszik, hogy amerikai. Igen, határozottan azt hiszem, hogy jobb lesz így. Akkor tehát. Várjunk még, kérem, Mr. Whittington. Úgy látom, hogy a beleegyezésemről már egészen bizonyos. Whittington csodálkozva nézett a leányra. Csak nem gondol arra, hogy ne fogadja el biztosíthatom, hogy Madin Kolumbiai intézete a legjobb hírnek örvend, és nagyon előkelő. És a fizetését is bőkezően állapítottam meg. Igen, éppen ez az mondta Tupans. A fizetésben csak nem túlságosan bőkezű Mr. Pittington. Nem értem azonban, hogy hogyan érhetnek meg önnek ennyi pénzt a szolgálataim. Nem érti. Szólt Whittington szeliden. Nos, mindjárt megmagyarázom bizonyára kaphatnék mást is, sokkal kisebb fizetésért, de hajlandó vagyok többet fizetni olyan fiatal lánynak, akinek van magához való esze, könnyen feltalálja magát, és jól el tudja játszani a szerepét. Ráadásul pedig azt kérem, hogy legyen tartózkodó és ne osztromoljon kérdésekkel. Kupansz csendesen elmosolyodott. Érezte, hogy Wittington fölül kerekedett. De most mentő ötlete támadt. azt kérdezte, Eddig nem történt említés Mr. Beresfordról. Mi lesz az ő szerepe? Mr. Beresford. Ütődött meg Wittington, ki az kérem? A társam magyarázta tupansz méltóság teljesen. Tegnap láthatta, hiszen együtt voltunk. Ó, igen, de attól tartok, hogy az ő szolgálataira nem lesz szükségünk. Akkor nem is lesz az egészből semmi. Jelentette ki tupansz, és fölállt. Vagy mind a kettő, vagy egyik se. Sajnálom, de így van. Jó napot kívánok, Mr. Vittington. Várjon egy percig tartóztatta Vittington. Hát ha valahogy el tudjuk intézni a dolgot. Jöjjön le kérem, Miss. Nem tudta a nevét, és kérdőleg nézett a lányra. Kupansz lelki ismerete kellemetlenül szólalt meg, mert eszébe jutott a papája, a tiszteletes úr gyorsan kimondta hát azt a nevet, ami legelőbb az eszébe jutott. Jane Finn mondta hirtelen és meghökkenve, szájtátva nézte a hatást, melyet ez az egyszerű név kiváltott. Wittington arcáról, mintha letöröltek volna minden barátságos vonást. Sötétvörös lett a dütől, homlokán kidagadtak az erek, s mindemögött valami kételkedő, de mégis szorongó rémületet lehetett sejteni. A férfi előrehajolt és sziszegve, dühösen kérdezte. Szóval ez volt a kicsinyátéka, mi? Lupanz, bár teljesen váratlanul érte mindez, mégse vesztette el a lélek jelenlétét. Fogalma sem volt, hogy mit akar a férfi ezzel mondani, de mivel mindig gyorsan váltott az esze, rögtön megértette, hogy föltétlenül a víz felett kell maradnia, egyik kedvelt szójárását használva. Vittington tovább beszélt. Egész idő alatt úgy játszott velem, mint a macska az egérrel, ugye? Kezdettől fogva tudta, hogy mit kívánok magától és mégis végig játszotta ezt a komédiát. Így áll a helyzet. Most már nyugodtabban beszélt. Bár nem volt olyan vérvörös az arca. Erősen figyelte a lány arcát. Kinek járt a szája? Titának. Faggatta feszülten. Pansz csak a fejét rázta kételkedett ugyan, hogy sikerül-e meghagyni tévedésében a férfit, de megsejtette, mennyire fontos, hogy azt az ismeretlen Ritát bele ne keverje a dologba. Nem felelte az igazsághoz híven Rita nem is tud rólam. Vittington tekintete továbbra is a leány szemébe fúródott. Mennyit tud? kérdezte hirtelen. Igazán nagyon keveset felelte Tupansz, és örömmel látta, hogy Wittington nyugtalansága még fokozódott a helyet, hogy csökkent volna. Ha azzal dicsekszik, hogy sokat tud, akkor a férfi esetleg nem hit volna neki és megnyugodott volna. Ahhoz mégis eleget tudott, mondta Wittington csúfondárosan, hogy ide beállítson, és kivágja ezt a nevet. A saját nevem is lehetne jegyezte meg tupansz hanyagul. Nem nagyon valószínű, igazán, hogy két lánynak éppen ugyanaz legyen a neve vagy az is lehet, hogy véletlenül ráhibáztam folytatta Tupansz, áthatva az igazmondás győzelmi mámorától. Mr. Whittington nagyot ütött öklével az asztalra. Hagyja abba a tréfálkozást. Mennyit tud, és mennyit akar kapni? A négy utolsó szó nagy hatással volt tupencere, annál is inkább, mert a reggeli bizony nem volt nagyon kiadós aznap, és tegnap is csak zsemle volt a vacsorája úgyhogy inkább kalandornőnek érezte magát, mint valami kalandos vállalkozás hősének, de minden esetre látta, hogy itt bizony lehetőségek vannak. Kihúzta tehát magát és fölényesen mosolygott, mint aki kezében tartja a helyzet kulcsát. Kedves Mr. Wittington mondta minden esetre jó lesz, ha nyílt kártyákkal játszunk. És kérem, ne legyen mérges. Kallotta, mikor tegnap azt mondtam, hogy az eszemből akarok megélni. Úgy látom, most bebizonyítottam, hogy van, miből megéljek. Elismerem, hogy tudok bizonyos nevet, de hát ha, csak ennyi, az egész, amit tudok. Igen. De hát ha nem ennyi, az egész. Kúnyolódott Wittington. Látom, nem engedi meggyőzni magát, és még mindig félre ismer sóhajtott a tupan szeliden. Mondtam már egyszer, hogy hagyja abba az ostoba tréfát és térjünk a tárgyra. Engem nem csap be azzal, hogy a kis ártatlant adja. Sokkal többet tud, mint amit bevall. Tupans elhallgatott egy pillanatra, hogy megbámulja a saját tehetségét, aztán szeliden felelt. Nem szeretnék önnek ellent mondani, Mr. Pittington. Itt tehát rátérünk a rendes kérdésre. Ennyit akar. Most aztán Tupans nem tudta, mit csináljon. Eddig minden kitűnően sikerült, de ha most valami nyilvánvalóan lehetetlen összeget mond, akkor talán mégis gyanút fog Vittington. Hirtelen kitűnő gondolata támat. Mondjunk most egyelőre valami kis összeget, és később aztán megbeszéljük, alaposabban, meghányuk vetjük a dolgot. Vittington csúnyán nézett rá. Szóval zsarolás. Upanz szédesen mosolygott. Ó, nem! Nevezzük talán inkább szolgálati előlegnek. Vittington dünnyögött. Tudja magyarázta tovább tupansz, én úgy szeretem a pénzt. A szemtelensége aztán igazán nem ismer határt morgott Vittington, és a hangjában önkéntelen bámulatféle volt. Jól rászedett engem. Azt hittem, hogy szelíd kislányjal van dolgom, akinek épp elég esze van arra, hogy elvégezze azt a feladatot, amit rá akarok bízni. Az életben gyakran érik az embert meglepetések bölcselkedett Tupansz. Azért valakinek mégis eljárt a szája mérgelődött Vittington. Azt mondja, hogy nem rita volt. Vajon tényleg nem? Ó, szabad. Kalk kopogtatás után a titkár lépett be, és egy papírlapot tett a főnöke könyöke mellé. Épp most jött ez a telefonüzenet, mondta Vittington, felkapta a papírlapot és elolvasta. Összeráncolta a homlokát. Jól van, Brown. Köszönöm. A titkár kiment, és becsukta az ajtót. Vittington tupansz felé fordult. Jöjjön el holnap ugyanebben az órában. Most dolgom van. Kezdetnek itt van ötven. Gyorsan kiválogatott pár bankjegyet és tupansz felé tolta, azután felállt nyilván türelmetlenül várta, hogy a lány elmenjen. Tupansz megszámolta a pénzt, betette kézitáskájába és távozni készült. Jó napot, mister! Whittington mondta udvariasan vagy jobban mondva, a viszontlátásra. Igen, a viszontlátásra. Vittington szinte már ismét barátságos arcot vágott, és ez nem nagyon tetszett Tupansznek. Á, viszontlátásra, kedves kisasszony! Upansz könnyű léptekkel szaladt le a lépcsőn. Bolondió kedve támad felnézett az egyik városi órára és látta, hogy öt perc múlva tizenkettő lesz. Lepjük meg Tomit. Mosolygott magában, és odaintette az első taxit. A taxi a föld alatti megállójánál állt meg. Tomi éppen az ajtóban állott tágra nyílt a szeme a csodálkozástól, amint oda sietett, és tupencet kisegítette a kocsiból. A lány barátságosan mosolygott rá és kissé mesterkélt hangon mondta. Fizesse ki, kérem, nincs apró pénzem, öt fontos bankjegy a legkisebb pénz, ami a zsebemben van.